Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Amen. Úr legyen veletek. Isten. A gabona javából táplálta őket az Úr, és jól lakott a mézzel a sziklából. Szent misét a legszentebb oltári szentségről imádkozzuk, és élő Tamásért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Ebben a csodálatos szentségben kint szenvedésed emlékét hagytad ránk. Ott kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelen élvezzük, aki az Atyával és a Szent Lélekkel egységben élsz és uralkodol, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Ózeás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam ki fiamat, de minél inkább hívtam őket, annál inkább távolodtak tőlem.
Báloknak áldoztak és bálványoknak mutattak be áldozatokat. Én tanítottam megjárni Efraimot, a karomon hordoztam, mégsem ismerték el, hogy gondjukat viselem. Puha kötelékekkel vonzottam őket, a szeretet kötelékeivel, olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt, lehajoltam hozzá és enni adtam neki. Színem elváltozott egészben, sömre meg, nem hagyom, hogy fellobbanjon haragom, Efraimot nem pusztítom el többé, mert Isten vagyok és nem ember, a köztetek élő szent és nem a harag tüzével jövök. Ez az Isten igéje. Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat és üzzétek ki az ördögöket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ne legyen övetekben sem arany, se ezüst, se részpénz. Ne vigyetek magatokkal utitarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot. Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, ki az, aki méltó arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok. Amikor pedig beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét, ha érdemes, rászáll a békességetek, ha pedig érdemtelen, akkor visszaszáll rátok. Ha valaki nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat, akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port lábatokról. Bizony mondom nektek, Szodoma és Gomora földjének tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak. Ezek az evangélium igéi. Kedves hívek, amíg az emberi tevékenységről és az embernek a bukdácsolásáról számol be a Szentírás, addig sokféle bűnt, hibát, gyarlóságot és ennek következtében alkalmanként Isten büntetését is látjuk. Hiszen amikor nem akarnak bevonulni az ígéret földjére a zsidók, hiszen megijednek a látottaktól, utána kis hián meggyilkolják a Mózes által kijelölt kémeket, akik hírt hoznak a
az ígéret földjének a gazdagságáról és jólétéről. Nos, ez egy emberi cselekedet. Az Úristen fölkínál valamit, és erről szólt az olvasmány csak egymás összefüggésben, és utána az ember azt mondja, hogy na hát ez nekem nem kell. Nem kell, mert gyanús. Lehet, hogy erőfeszítést kíván, lehet, hogy a törvények megtartását kívánja, leginkább azonban bizalmat kívánna az Isten felé. És erről a bizalomról, az Istennek a bizalomteljes odahajlásáról beszél az Ószövetségi olvasmány. Isten mélységes bizalommal, atyai szeretettel hajlik le az emberhez. És erre az ember valamilyen választ ad. Sőt, Jézus kifejezetten kéri az apostolokat, tanítványokat, vagyis minden időnek a hívőjét. Keressen választ Istennek hozzánk hajló szeretetére. Sőt, ne csak választ keressen rá, hanem próbálja megosztani másokkal is. Azonban ennek is vannak korlátai, mint minden emberi dolognak. Fölsorolja azokat a kívánságokat, vagy inkább kívánalmakat, amelyek alapján az ige hirdető alkalmas lesz. Az evangéliumi részlet vége, ahol Szodoma és Gomora sorsáról beszél, az azonban egy értékes részletre hívja föl a hithirdetésben buzgolkodó emberek figyelmét. Ahol nem akarják befogadni az evangéliumot, ott nem kell erőltetni. Nem kell erőltetni. Az Úristen ugyanis, ezt már mondtam, és még fogom mondani sokszor, mert nagy igazság, tiszteletben tartja az emberi szabad akaratot. Sokkal jobban, mint mi emberek. Aki nem hallgat ránk, legyen az gyermekünk, unokánk, barátunk, szomszédunk, azért legfeljebb imádkozni érdemes, sőt kell. De ne akarjam meggyőzni. Ne én akarjam meggyőzni. Ez a lényeg, ne én akarjam meggyőzni. Mert ha én akarom meggyőzni, akkor saját magamat tettem az ügynek a középpontjába. És vesztettem. Az Isten ügyének a középpontjába ugyanis csak az Isten lehet. Senki más. Ha ő valahogy kiszorul, akkor a legjobb szövetségesemet veszítettem el. Hiába tudom, hogy Isten maga az élet, ezt a másik nem akarja tudni. Szent II. János Pál pápa, amikor az élet kultúrájáról beszél, akkor egy, ma így mondanánk, ez egy divatos kifejezés, akkor a fenntartható jövőről beszél. Arról a jövőről, amely az Isten akarata szerint van, amelyben mindennek megvan a helye. Ahol az ember az Úristen imánt kifejezi az imádását és a hódolatát, és ezzel jó példával szolgál fele barátai számára. A minap egy 104 éves nénit mutattak egy filmfelvételen, és ő a maga nagyon egyszerű, rövid szavaival annyit mondott: aki hisz, annak van élete.
Testvérek, teológusok nem tudnák ezt jobban elmondani, és világosabban. Aki hisz, annak van élete. Mert annak van jövője, van elképzelése, van hová tartoznia. Lelkileg is, értelmileg is. A szentek pedig ezt mutatják meg nekünk. Erre hívnak bennünket, ennek a követésére buzdítanak minket, és az Úr Jézus is erre hív. Van hová tartoznunk, akkor, ha akarunk. Mai szent misében kérjük a boldogságos szüzet, hogy erősítse meg az Úristen iránti alázatunkat, hogy azt az igét, amelyet hirdetnek nekünk, azt hívő lélekkel tudjuk fogadni, és ezáltal részesedjünk abban a szeretetben, abban az életben, amelyet az Úristen nekünk akar ajándékozni. Amen. Testvérek, áldjuk és magasztaljuk Istenünket, aki test és lelki adományaival elhalmoz bennünket. Hogy mindig hálásak legyünk a teremtés és megváltás gazdag ajándékaiért, kérjük Urunkat. Hogy készséges lélekkel fogadjuk a gondviselés rendelkezéseit, kérjük Urunkat. Hogy Isten és a fele barát szeretete irányítsa gondolatainkat és tetteinket, kérjük Urunkat. Hogy a munkásoknak munkát, az éhezőknek kenyeret, a szomorúaknak vigasztalást és minden embernek üdvösséget adjon, kérjük Urunkat. Hogy elhunyt hozzátartozóinkat és jótevőinket egykor fogadja be a szentek boldog társaságába, kérjük Urunkat. Jóságos Urunk, hittel valljuk, hogy örök szeretettel Te irányított sorsunkat. Ott, hogy életünk minden napján hűségesen szolgáljunk Neked, minden szeretet szerzőjének, aki élsz és uralkodol örökkön örökké. Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, add meg egyházadnak az egység és a béke ajándékát, amelyet a felajánlott áldozati adományok titokzatosan jelképeznek, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük fel szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által.
mert ő az igazi örök főpap, aki üdvösségünkért feláldozta önmagát, és minden időkre szóló áldozatot rendelt, meg hogy vagy emlékezetére mi is felajánljuk neked. Vértünk adott testét magunkhoz vesszük, erőt áraszt lelkünkbe, vértünk ontott vérét isszuk, tisztára mos minket. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindjárt, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy. Kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindjárt, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Áldott hirdeti Urunk, és hittel valljuk feltámadásra, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Érve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindjájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Arnold generálisunkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindjájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára is, isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, ámen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Isten. Engesztelődjenek ki szívből egymással. Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékunk vagy ő, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg ő benne, mondja az Úr. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben,
és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk, tölts be lelkünket Istenséged örökké való élvezetével, melyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istenem,